December 5-én az előrehozott első tavaszi fordulóval zárták az évet az NB3 keleti csoportjában. A sorsolás úgy hozta, hogy a két megyei érdekeltségű csapat, a Sényű és a Kisvárda 2 egymással mérkőzött meg a téli szünet előtt. Azóta a sényűi keret karcsúbb lett, Szilvási befejezte a pályafutását, Barta, Pál, Jócsák és Kalocsai pedig távozott a csapattól. Helyükre nem érkezett új futballista, így az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros számára nem ígérkezik könnyűnek a tavasz. A felkészülést törökországi edzőtáborral is színesítő Kisvárda 2-t irányító Kocsis Jánosnak is le kell mondani a két játékosáról, akik a felkészülés hajrájában sérültek meg. A körülményekhez képest, tehát itt a vírus helyzethez képest nagyon sok mindent el tudtunk végezni, és jó körülmények között tudtunk készülni. Volt lehetőségünk edzőtáborozásra, a második csapat is az első csapattal párhuzamosan Törökországba töltött 10 napot, ahol nagyon jó körülmények között tudtunk készülni, jó pályákon, jó ellenfelekkel tudtunk játszani, és utána a hazai környezetben is minden adott ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a bajnokságra. Ami rossz dolog volt, az az, hogy azért a betegségek nálunk is, de hát gondolom ez más csapatnál is közbeszólt, illetve hát sajnos volt két komolyabb sérülésünk, ami azt gondolom, hogy a bajnokság elején az a két emberre nem fog tudni számítani, a Vasottól és a Cérnerikre, de hát bízom benne, hogy a bajnokság hajrájában ők is tudnak majd csatlakozni a csapathoz. A Kisvárda 2 az 5. helyen várja a folytatást. A szakember szerint az eredményesség csak az egyik szempont a csapat szereplését illetően. Egy második csapatnál elsődleges cél az, hogy a fiatalok játék lehetőséget kapjanak, és minél többen kerüljenek föl az első csapat keretéhez. Hát én annak nagyon örülök, hogy már most 6 játékosunk is van, aki az első csapattal szokott edzeni, bemutatkozott edzőmérkőzésen. Most a kupameccsen a Králik Peti kezdőként tudott játszani 2003-asként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elsődleges cél. Természetesen emellett fontos az is, hogy eredményesek legyünk, hiszen az ad önbizalmat és az ad hitet mindig a következő héthez, a következő heti edzésmunkához, úgyhogy ennek a két dolognak szerintem párhuzamosan kell együtt haladnia. A Kisvárda 2 vasárnap a Salgótarján fogadja, a Sényű pedig Egerbe látogat. A forduló további párosítása a következő: Hajdúszoboszló Újpest 2, Békés Csaba 2 Tiszafüred, Jászberény Hidas Németi, Deac Törökszent Miklós, BKV Előre DVTK 2, Tiszaújváros Tája, Putnok Füzesgyarmat és Kazincbarcika DVSC 2.